Izgalmas foglalkozásokkal várta a látogatókat az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézete, ahol színes, interaktív programokon keresztül az érdeklődők betekintést nyerhettek a talajok változatos és különleges világába. A talaj, mint természeti erőforrás, sajnos nem annyira ismert a társadalom számára, és ennek megváltoztatásáért megpróbáljuk már a fiataloknak bemutatni, hogy mennyire fontos az egészséges talaj, és ennek milyen biológiai feltételei vannak. Egy marék talajban annyi élőlény él, mint a Föld teljes népessége. Minél változatosabb ez az élővilág, annál egészségesebb az adott talaj. Ennek fontosságára hívja fel a figyelmet a Talajlakó Élőlények Napja, amire az idei rendezvényen a kutatók fókuszáltak. Annyira valószínűtlennek néznek ki sokan, hogy azt mondják, hogy ezek nem is élnek a valóságban. Atkák, ugrovillások, különféle talajlakó élőlények. Szabad szemmel nem vagy alig láthatóak. A talajbiológiai bemutató a talajlakó élőlények fontosságát hangsúlyozta, ahol a mikroszkopikus méretűek életnagyságú preparátumait is megkereshették a játékos kedvű érdeklődők. Nagyon sok élőlény itt ezek közül a talajban a lebontásban segít, szóval a korhadó növényi anyagot bontják le és hasznosítják újra, illetve vannak ragadozók, amik például a kártevőket pusztítják, a giliszták például behúzkodják a növényi anyagot, aprítják, és ezáltal a gombáknak a lebontásban nagy segítséget biztosítanak, illetve mondjuk az ugróvillások, ők szabályozzák ezeket a közösségeket, ezáltal a gombáknak a diverzitása is nagyobb egy talajban, hogyha ott vannak ezek az élőlények. A mikorrhiza-gyökér kapcsolat a gombák és a növények között kialakult szimbiózis egyik formája. A gombafonalak behálózzák a gazdanövény gyökereit, így a két élőlény kölcsönösen segíti egymás tápanyag és vízfelvevő képességét. Ennek a legelterjedtebb és legősibb típusa az arbuszkuláris mikorriza. Egy mikroszkopikus preparátumot mutatunk be, ezek a gombák ugye gyökerekben élnek, festett gyökerekben láthatók, és azokat a jellemző képleteket vizsgálhatjuk, láthatjuk benne, amik ezekre a gombákra jellemzőek, arbuszkulumokat, amin a növény és a gomba közötti tápanyagátadás történik, vezikulumokat és spórákat, amikkel ezek a gombák szaporodnak. A mikorrizák befolyásolják a növények egészségi állapotát és növekedését. Emellett a talajra is jótékony hatással vannak. A szárazföldi növények 90%-a gazdanövénye ezeknek a gombáknak. A mikorrizás növények szebbek, nagyobbak, hamarabb virágoznak, nagyobb mennyiségű termést hoznak, a virágok száma több, szebbek, sárgábbak, és ezáltal a méheket, pollinátorokat, pillangókat is jobban tudják vonzani, és így a növényközösségek összetételére is fontos hatásuk van. Ezen kívül még olyan anyagokat termelnek, amelyek a talajszerkezetet is jelentősen javítják, összekötik a talajszemcséket, és ezáltal a talajoknak a szerkezete, levegőtartalma, vízmegtartó képessége is javul, azon túl, hogy a szénmegtartásban, ami a globális klímaváltozásban egy nagyon fontos dolog, fontos szerepük van. Egy másik kísérlet a talajok leggyakoribb szennyeződéseit demonstrálta. Ezek a talajszennyeződést próbálják szimulálni, meg szemléltetni. Az étolaj, az a sajnos nagyon gyakran előforduló gázolaj, vagy a kőolaj származék szennyeződés próbálja szemléltetni. Az ecet, az a savasodás, mint például a savas eső. És itt pedig a só stressz, ami a szárazság által okozott stresszt szemlélteti. A Kárpát-medence benne Magyarország talajai igen változatosak és sokszínűek. Hazánkban a leggyakrabban előforduló típusuk a barna erdőtalajok, a csernozium és a réti, illetve öntés talajok. A különböző színes folyadékok a talajok kémhatásait mutatják. Itt látható egy indikátorsor, ahol a különböző talajoknak a pH-ját mérjük meg. A savanyú kémhatástól, amit itt az indikátor mutat, egészen a lugos kémhatásig. Ezekkel próbáltunk demonstrálni, hogy Magyarország mennyire változatos a kémhatás tekintetében. Komposztálás másképp. Elfér otthon a konyhában, és segítségével hasznosítható a háztartásban keletkezett zöld hulladék. Ez a beltéri komposztáló, és ilyen komposzt készült körülbelül 2 hónap alatt. Ez a nyári komposztom, amiben sok-sok görögdínyahéj és kukoricacsúhéj van. A komposztálás során keletkezett humusz hasznos tápanyaga a növényeknek.
Ebből most úgynevezett maglabdák készülnek. Összekeverjük a beltéri komposztomat agyaggal, vízzel, és abból egy ilyen morzsasüti állagú tésztát lehet létrehozni, és abba el tudunk rejteni virágmagokat, és azt akár egy ilyen kedves ajándékként is oda lehet adni a barátaidnak, akik szeretnek kertészkedni. A fenntarthatóság, a környezeti nevelés, a természet szeretete a jövőnk záloga. A kutatók feladata többek közt az is, hogy a szemléletformálás érdekében ismeretterjesztő anyagokat készítsenek, amiket változatos és interaktív formában mutatnak be a társadalom minden korosztályának.